Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket ma esti társalgónkban. Nepálba indult, hogy meghódítsa a Himalája szentélyét. Sikerült is neki. Ő nem más, mint Kerekes Éva. Hamarosan ide várom őt a társalgóba, aki a mászás sportértékén túl beszél majd kulturális élményeiről is. A híres makaiak közül nemrégiben Szirbik Miklósra emlékeztek, mi is visszatekintünk majd ebben a témában egy kicsit. De jártunk Roland Lionel kiállításán is, aki ma már Franciaországban él, de rendelkezik makói gyökerekkel. Végül beszámolunk majd arról, hogy a szakmák éjszakájára készülnek országszerte, és hogy városunkat, valamint térségünket ez mennyiben fogja majd érinteni. Múlt héten is játszhattak velünk, ahogyan ezen a héten is tehetik majd. Múlt heti kérdésünk így hangzott, hogy melyik az a dátum, amelytől számítjuk a meteorológiai tavaszt. Nos, a helyes válasz a március 21, a nyertesek már láthatják is a képernyő alján a neveiket, hiszen kisorsoltuk, úgyhogy a nyereményeikért majd kollégám hívni fogja őket. De van ma is kérdésünk, hogyha valaki lemaradt a múlt heti játékról, amely így hangzik, írjanak meg nekünk két híres makait. Ezt megtehetik Facebook oldalunkra, ezen kívül pedig a 0630-447-1464-es SMS író számunkra. És hogy mit lehet tőlünk nyerni? Nos, a Szegedi Nemzeti Színház előadására kétszer két belépőt sorsolunk majd, ezen kívül ide a Makói Múzeumba, a Móra kiállításra is elmehet valaki másodmagával, ahogy a Kalandparkba is. Azt gondolom, érdemes lesz velünk játszani. Roland Lionel, francia festő, életének első kiállítása nyílt meg múlt pénteken a József Attila Városi Könyvtárban. Az amatőr festő sokféle témában, sokféle technikával dolgozik. Akrillal, krétával, ceruzával, főként természeti képeket készít. A látogatók ezen a délutánon nem csak Franciaország utcáin sétálhattak képzeletben, hanem megkóstolhatták a híres francia konyha ízeit is. A kiállítást április 20-áig tekinthetik meg. Francia amatőr festőnek a kiállítását nyitjuk meg, akinek nyugdíjas kora ellenére élete első kiállítása, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép dolog az alkotásba így kiteljesedni, hogy nem elveszni, hanem pont ilyenkor új témákat találni, új lehetőségeket találni. Gyerekkorában megmutatkozott kézügyessége és alkotókészsége, rajzolás szeretete. Iskolái elvégzése után dolgozni kezdett, majd családot alapított. Fiatal korában nem tudott kiteljesedni a festészet iránti vonzalma, mert lekötötte a munkája, házépítés gondja. Akkoriban a kertje gondozásában élte ki vonzódását a természethez. A kert és a természet szeretete nagyon sok képén visszaköszön. Látszik, hogy ismeri a növényeket, érzékeli a színkavalkádot részletesen, nem fotografikus megközelítéssel, de szívvel, érzéssel adja vissza azt a hangulatot, amit ő a kertben tapasztalt. Soha nem tanulta sem a rajzolást, sem az ecsetkezelést. Könyvekből és híres festők munkáiból, Manet,
Renoir, Degas, Pizarro festményeinek tanulmányozásával, önfejlesztéssel, autodidakta módon alakította ki jelenlegi stílusát. Nyugdíjas korára sajnos elveszítette a feleségét, és megváltozott az élete. A lakhelye jelenleg is a francia Beauce nevű kisváros, de az év nagy részét Magyarországon tölti, hiszen Makón talált társat magának. A kiállított képek mindegyike Makón készült, mert itt váltotta álmait valóra a festészettel kapcsolatban. Gondolom, hogy olyan ember, aki nem tanult rajzolni, nagyon büszke lehet magára, mert kiállni nyilvánosság elé az érzéseivel, a tudásával, ez tulajdonképpen egy megmérettetés most neki, és én azt gondolom, hogy büszke lehet magára, mert szép. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, egy igen izgalmas vendéget mutathatok be önöknek, Kerekes Évát. Szia, szép estét kívánok! Szép estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nepáli idő, március 19, 2006, 8 óra 34 perc. Mit jelent ez számodra? Gondolom, ez nagyon beégett. Ez a nap, ez az óra és ez a perc nagyon beégett a tudatomba. Ekkor értünk fel 5640 méter magasra a Kalapatar csúcsára Nepálban, a Himalájában. Hogy kezdődött? Azt gondolom, hogy gyerekként nem gondoltál erre, hogy neked majd ez lesz egyszer a vágyad, hogy egy csúcsot egyre magasabbra meghódítsál. Valahogy így a 41. születésnapod körül, ugye, akkor jött az ötlet, hogy ezt megkívántad, és szeretted volna ezt a tervedet megvalósítani. Igen, valóban így történt. Bár gyerekkoromban igen rossz gyereknek számítottam a magam kategóriájában, mert rengeteget másztunk fára kicsikorunkban, de hát akkor még eszembe nem jutott, hogy valaha ebből nagyobb is lesz, mint egy nagyobb nyárfa. Nyilván okozhatta ezt a Camino, amit 2014-ben sikerült végiggyalogolnom. A Camino utáni hazatértem, akkor találkoztam egy makói autószerelővel, Rozsnyai Sándorral, aki mesélt nekem a himalájás élményeiről, és elvarázsolta őt is a hegyek világa. Én akkor még nem éreztem azt, hogy szükségem lenne erre, de eltelt egy-két hónap, és sikerült egy-két olyan kisebb hegyet megmászni, ami megérintett. És a következő év tavaszán jött az ötlet, hogy szeretném a születésnapomat a Mont Blanc tetején tölteni, amit szerencsére sikerült is. Tudatosan elkezdtél erre készülni, hiszen azért... Bárki belegondol ebbe, ez nem úgy történik, hogy én ma kitalálom, és holnap pedig megdöntöm ezt a csúcsot. Igen, óriási felkészülést igényel, és ahogy te is említetted, ugye az El Camino után, az már kiderült, hogy kitartásod az van. Így van. Tehát amikor az ember napi 30 kilométert képes legyalogolni egy húzójába, azért egy idő után már túllép a fizikai korlátain. Ahhoz, hogy hegyet tudjon mászni, ahhoz azért kicsit komolyabb dologra van szükség, mint egy sima 30 kilométeres gyaloglásra. Hegymászást csak hegyen lehet megtanulni. Ezt tavaly nyáron sikerült megtapasztalnom, nagyon sok hegymászóval sikerült együtt túráznom, és nagyon sokat tanultam tőlük. Ez már akkor tudott volt, hiszen én azt gondolom, hogy hiába kezdi el valaki ezeket a dolgokat elsajátítani, nem biztos, hogy mindenki képes és alkalmas arra, hogy a célját elérje e tekintetben. Igazából a hegymászás maga egy olyan sport, ami mindenki számára befogadható. Az, hogy messze van Makótól minden, ez már egy kicsit kellemetlenebb. Sokat kellett menni Ausztriába, Svájcba, Franciaországba mászni ahhoz, hogy az ember begyakorolja ezeket a technikákat. Nyilván, amikor lejöttem a Mont Blanc tetejéről, még nem álmodoztam arról, hogy valaha följebb jutok, mint 4800 méter, de azért valahol mégis benne volt az emberben a kis ördög, hogy meg kellene próbálni.
És így karácsony környékén sikerült egy olyan csapatot találnom, akik az idén mentek föl a Himalájára. Kb. 20-an voltatok, ugye? 20-an akik voltunk, így van, túravezetővel együtt 20-an voltunk, és hát sajnálatos módon félúton egy hölgyet le kellett menteni, mert egészségügyi problémái adódtak. A cél előtt nem sokkal, még 4 embert le kellett helikopterrel menteni, és hát tulajdonképpen csak 7-en voltunk, akik föl tudtunk menni. Hát erre mondom azt, hogy ez egy dolog, hogy valaki elszánja magát és elképzeli, hogy megcsinálja, azért ott nagyon sok minden közbeszól, mik azok, időjárás, a szervezet hogyan reagál, hogyan sikerült a felkészülés, milyen az ember állóképessége, mi az, amivel leginkább meg kellett küzdeni, és ami a legnagyobb akadályt jelentette a hegyen kívül. A legnagyobb akadályt a magasságon kívül az oxigén hiánya jelentette. Igazából majd képek látjuk között lesz egy táblázat, amiben látszik, hogy mekkora magasságokon hány százalékos az oxigén tartalma a levegőnek, illetve a véroxigén szintje nagyon kardinális ezekben a túrákban. Általában 70-77 százalékos véroxigén szintje van az embernek már egy 5000 méteres magasságban, ami teljesen elfogadott, viszont a magashegyi betegség, mint közrejátszó dolog, erőteljesen befolyásolhatja a túrázót. És ezt előre lehet szimulálni, vagy ez ott is akkor derül ki bizonyos magasságokon, hogy kinek mikor mondja fel a szervezete a szolgálatot? Szimulálni nagyon itthon nem lehet. Uh-huh. Vannak rá különböző módszerek, hogy hogyan lehetne mégis. Én például futópadon futottam, sokat, hosszan, nagyobb távokat, és közben kértem valakit, hogy beszélgessen velem, mert nyilván minél többet beszélünk, annál kevesebb oxigén jut a szervezetbe, egyrészt. Másrészt olyan speciális edzésformát végzek több társammal együtt az Atlasz edzőteremben, nem tudom, lehet-e ezt mondani, ami váltakozó intenzitású edzés, tehát vagy nagyon gyors, és nagyon kicsi pihenővel, és ismét nagyon gyors. De ennek ellenére azért neked is volt egy holdpontod. Volt bizony, nem csak nekem, mindannyiunknak volt holdpontja. Volt az a pont, amikor azt hitted, hogy ez nem lesz meg. Igen, hát ez az utolsó csúcstámadás előtti napon sikerült. Annyira beleéltem már magam, hogy mindjárt ott vagyunk az alaptábor, hogy megfeledkeztem az alapról. Igen, olyan érdekes, mert ugye azt olvastam, hogy az utolsó 200 méter, na most elgondoljuk, el is látunk egy 200 méterre, de azért ott ugye az a szintkülönbség, megküzd az ember mindenfélével, azért az a 200 méter, az 2000-nek is tűnhet. Hát az a 200 méter függőlegesen nagyon sok. Igen. Nagyon magas. Azt tudni kell, hogy a Kalapatárnak az aljától elindulva fölfelé egy nagyon meredek ösvény vezet fölfelé, és onnan már tényleg csak a csúcsig egy nagyon picike határ van, viszont van egy lankásabb rész, ahol meg lehet pihenni. Hát én ott nekem sikerült, hál' Istennek, úgy összeszedni magamat, hogy az utolsó 200 métert már tudjam teljesíteni. A csúcs előtt nagyon nehéz följutni, mert az ember akkor már látja a végét az útnak, és benne van egy bizonyos druk, hogy fú, még egy kicsit, és mindjárt ott vagyok. És amikor elérjük a csúcsot, akkor beáll szerintem mindannyiunknál ez a bizonyos eufóriás állapot, amitől kicsordul az embernek a könnye. Erről is látunk képeket, majd arról a bizonyos pillanatról. Igen. Azt gondolnánk, hogy rendben, oké, elértétek a csúcsot, de onnan még le is kell jutni, ami sokaknak azért még nehezebb feladat. Igen, mindenki megkérdezi tőlem, akivel erről beszéltem, hogy melyik nehezebb, fölfelé vagy lefelé. Fölfelé küzdelmesebb, de lefelé sokkal nehezebb lejönni. Az embernek nagyon vigyáznia kell a lábaira, meg nagyon a lába elé kell nézni, hogy hova lép, mert nagyon könnyen előfordulnak balesetek, kifordul a bokája, vagy esetleg a térde, és mi azért nagyobb tempóban jöttünk lefelé, mint ahogy fölfele haladtunk, mert azt, amit 8 nap alatt fölmentünk, 4 nap alatt letoltuk lefelé. Volt viszont idő arra, hogy ugye körbenézzetek ott a városban, hiszen egy kulturális magazinban vagyunk, és ezért is kértelek, hogy nagyon sok mindent hozzál magaddal. Ugye tudjuk, hogy Nepál ez egy nagyon színes ország, ami a kultúráját, a természeti kincseit jelenti. Buddhista és hindu vallás, és ezeknek a szentélyei, különböző templomai szinte minden sarkon megjelennek. Igen. Mesélj egy picit erről, hogy ez milyen hatással volt rád. Hát amikor még fölfelé haladtunk a csúcs felé, van egy gyönyörű szentély Tembocséban, ahol minden reggel 6:30-kor szertartást tartanak azoknak a túrázóknak, akik a csúcs felé igyekeznek. Uh-huh. Tehát ez volt a kezdet, már így akkor van. A kultúra megérintett így benneteket. Van. Ott adják át ezt a kata nevű sálat, amit a túrázók fölvisznek magukkal a szentélybe,
átadják a szertartás elején a főpapnak, aki ezt megáldja, és a szertartás végén mindannyiunknak a nyakába helyezik, és a hegyek szelleme véd minket abban az esetben, uh-huh. hogy egy ilyen szentelt katával vágunk neki az útnak. És mit kívánnak? Ugye a bányászoknak jó szerencsét. A hegymászoknak mit kívánnak? Van valamilyen szokás? Nincs külön szokás, kéz- és lábtörést mint minden más esetben. Én bevallom őszintén, én nagyon örültem ennek a katának, és nagyon szívesen hordtam kint, bár nagyon vigyázni kellett rá, hogy ne szakadjon el, mert nagyon vékony anyagból van. Számomra a buddhizmus, mint vallás annyira nem jelentős, viszont a kultúra szempontjából ez is egy érdekes dolog. Rengeteg buddhista él Nepálban, és arról lehet felismerni a buddhista jellegű városrészeket, falvakat, hogy rengeteg ilyen imazászló van. Igen, ebből is hoztál két mintát is ott mögötted. Igen, hoztam egy ilyen nagyobbat is, uh-huh. meg hoztam egy picit kisebbet is, ami itt van. Uh-huh. Ezen az Om Mani Padme Hum ima felirat van. Jellemző a buddhistákra, hogy egy 108 golyóból álló malát morzsolgatnak, és minden egyes golyónál elmondják az Om Mani Padme Hum szöveget, és így szoktak meditálni, így szoktak imádkozni. Ezt naponta egy alkalommal? Elméletileg reggel és este. Reggel és este. Reggel és este vannak ilyen szertartások. Aztán belecsöppentél ugye itt a mandalák világába, ami nem volt számodra ismeretlen. Itt Makón egyébként ezt megelőzően végeztél is egy jobb agyféltekés tanfolyamot, úgyhogy ez a világ nem volt ismeretlen számodra, már itt is próbálkoztatok vele. Azonban ott nagyon sok mindent láttál és megtapasztalhattál, és hoztál nekünk egy különlegességet, amit itt láthatnak is a nézők, ugyancsak egy mandala, és amitől különleges, ugye az pedig a tervezője. Így van. Ezt a különleges mandalát maga a Dalai Láma tervezte, és Kis-Tibetben sikerült egy mandala festőműhely rejtekeibe belesnem, és ott láttam, hogy hogyan készítik ezeket a mandalákat kifeszítve, ezekről képeket is tudunk, vagy prezentálunk. Készült is egy kis videó, ahogy lehet látni, hogy a pár szőrből álló ecsettel milyen biztos kézzel húzzák ezeket a leheletvékony vonalakat. Amit erről a mandaláról tudni kell, ez egy speciális mandala, a béke mandalája, a békét szimbolizálja, és kizárólag ezekkel a színekkel és formákkal lehet megfesteni sablon alapján. Ettől eltérni nem lehet, illetve nem illik. Amit tudni kell egyébként általában a mandalákról, az nagyon különleges dolog. A stúpák, ami kimondottan hindú vallású épületek, ha felülről valaki ránéz, akkor egy mandala rajzolódik ki. Ezt sokan nem tudják, de ezt nagyon sokan nem tudják. Így van, így van. Nekem sikerült lefotóznom egy kisebb stúpát felülről, és valóban egy mandalát rajzol ki az alapja. És készítettem egy olyan fotót, ami rajta van két darab mandala és egy stúpa színesben, hogy mégis hogyan lehet ezt elképzelni, hogy a stúpák maguk egy háromdimenziós mandalák. Aztán, mikor megérkeztél, akkor azt a kis bronz szobrocskát nagyon szorongattad a kezedbe. Így azt van. Mondod, hogy ennek is óriási jelentősége van számodra, és nem hiába Így hoztad van. Haza. Így van. Ő egy Ganésa szobor, egy elefántfejű istenséget ábrázol. Ő a gazdagság, a jólét, a béke és a biztonság jelképe. Katmanduba minden utcán lehet látni Ganésa szobrokat. Van olyan szobor, ami több száz éves, és gyönyörű állapotban van. Nagyon tisztelik a hinduk ezeket a szentélyeket, és minden nap többször virággal halmozzák el. Amíg kint voltam, akkor volt a Holy Day, és azt tudni kell a holiday-ről, hogy színes porokkal szórják be egymást az emberek, és mindenki mindenféle színben pompázik, és ünneplik ezeknek a szenteknek az ünnepét. Olyan jó hallgatni, nem gondolkodtál azon, hogy egy élménybeszámolót tartasz itt a városban lévőknek, hiszen biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan kíváncsiak lennének a te élményeidre, és akár még követőid is lehetnének. Én nagyon szeretnék majd erről nyár elején tartani egy élménybeszámolót, addig sajnos nagyon sok munkánk van, illetve hát addigra már feldolgozódnak bennem is azok az élmények, amiket 3 hét alatt értek kint Nepálban. De azért itt nincs vége, én már úgy tudom, hogy már megvan a következő célkitűzés. Így van, így erről van. Lehet beszélni? Lehet beszélni róla, mert már körvonalazódik a következő túránk. Ha minden jól megy, akkor októberben visszatérünk a Himalájába.
és egy 6200-as vagy egy 6400-as hegyre próbálunk feljutni. Családod mit szólt hozzá? Van két nagy gyerkőc, ugye? Ők nem gondolkodtak abban, hogy követik a mamát? Még nem. Ők még nem jutottak el idáig, bár nagyon szeretném őket a hegyek világába bevezetni. Még most ők nem éreznek erre affinitást. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy az ember minél többet tartózkodjon kint a levegőn és kint a természetben, és a hegyek csodálatos világúak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor, hogyha létrejön ez az élmény beszámoló, akkor mi is ott leszünk, ígérjük. Köszönöm, hogy még többet megtudjunk erről az útról. Önöket pedig arra biztatom, hogy játszanak velünk, hiszen ma este is van játékkérdésünk, amely így hangzik, írjanak meg nekünk két híres makait. Facebook oldalunkon is megtehetik, és a 06-34-47-14-64-es SMS írószámra is várjuk a helyes válaszokat, hogy jövő héten sorsolhassunk, mégpedig a Szegedi Nemzeti Színház által felajánlott 2x2 belépőt, ezen kívül pedig ide a Makó Múzeumban a Móra Mesebirodalmára is tudunk adni 2 jegyet, valamint a Kalandparkba is elmehet valaki másodmagával. Folytatódott a híres makaiak éve 2016 rendezvénysorozat. A város nemrégiben több helyszínen Szirbik Miklós református lelkészre, Makó első helytörténészére emlékezett. Most ezekbe a pillanatokba tekintünk majd bele. Korábban már televíziónk is beszámolt arról, hogy Makóváros önkormányzata a 2016-os esztendőt a híres makaiak évének nyilvánította. Ebben az évben olyan egykori polgárokról emlékeznek meg, akik valóban példaképként állhatnak az idősebb és a fiatalabb generációk előtt. Április hónapban a város Szirbik Miklós születésének 235. évfordulója alkalmából szervezett programsorozatot. Azért nagyon fontos számunkra makaiaknak, mert a belvárosi református lelkészként nagyon sokat tett híveért, és amiért tulajdonképpen megemlékezünk róla, az a helytörténeti munkásság a Szirbik Miklósnak, amit ő 1835-36-ban papírra vetett, az ma minden helytörténésznek az alapműve, aki Makón ezzel a témával foglalkozik, de talán azoknak is, akik csak egyszerűen Makó örökségével szeretnének foglalkozni. Az ünnepi program a főtéri Szirbik Miklós szobornál kezdődött, ahol Farkas Éva Erzsébet polgármester mondott köszöntőt, majd a Szikszai György református általános iskola növendékei adtak műsort. Az emlékező tömeg ezt követően átvonult a belvárosi református templomhoz, ahol Kondrát Zoltán református lelkipásztor imádsággal, a Kálvin téri református általános iskola diákjai pedig énekkel nyilvánították ki tiszteletüket. A résztvevők mind a két helyszínen koszorúkat helyeztek el. Én úgy gondolom, hogy a városban azért elég sok emlékjel tükrözi az ő személyiségét, hogy jelentős lelkészi tevékenységet folytatott itt a városban, hiszen 36 évig tevékenykedett itt. Mindemellett úgy gondolom, hogy ez a hónap is, többek között a mai kiállítás is, amely a belvárosi református egyház közösségnek köszönhető. Ez is arra hívja fel a figyelmet, hogy minél több olyan helyet és időt találjunk, amelyben megismertethetjük az ő személyiségét. A neves egyházfi tiszteletére Szirbik Miklós emlékezete címmel kamara kiállítás is nyílt a József Attila Múzeumban, melyet Forgó Géza történész állított össze. Ez a tárlat úgy született, hogy tudtuk, hogy a belvárosi református egyház plébánia hivatalában megvannak ezek a tárgyak, és ott tárlókban ki is állítják a betévedőnek. De azt is tudjuk, hogy egy plébánia hivatalba általában turisták nagyon kevésszer jutnak be, és arra gondoltuk, hogy április Szirbik Miklós hónapja, ebben a hónapban, egész hónapban ráemlékezünk, és hát itt a múzeumban szeretnénk ezeket a tárgyakat kiállítani. Nagyon sok csoport jön, nagyon sok turista jön hozzánk, hogy ők is vigyék hírét, ne csak városunknak, hanem Szirbik Miklósnak. A kiállításon nem csak a lelkész arcképével és a szobrával találkozhatnak az érdeklődők, hanem számos kegytárgyal is, melyek munkásságához kötődtek. Ezeket Kondrát Zoltán református lelkipásztor bocsátotta a múzeum rendelkezésére. A kiállított tárgyak egy közösséget tartanak össze, üzenetet, értéket hordoznak a mai kor számára,
hangzott el az intézmény vezetőjétől a tárlat megnyitóján. A múzeum látogatók emellett Jámborné Balogh Tünde néhány alkotását is megtekinthetik, amelyeket az egykori pedagógus korában a Szirbik kötet illusztrációjához készített. Igazából nincs sok tárgy. Itt láthatók a tárlóban Szirbik Miklós születési anyakönyve 235 éve, amikor bejegyezték április 4-én, ugye 3-án született, és másnap jegyezték be a születését. Ennek az eredetie itt van. De találunk itt kelyheket, kenyérosztó tálcákat, illetve hát imakönyveket tettünk ki, a 19. századból való református imakönyveket. Ezek Bölcsök Attila magángyűjteményéből valók. A tárlat nyitvatartási időben egészen április végéig megtekinthető a József Attila Múzeumban. A megemlékezés ezzel a nappal nem ért véget, hiszen április 21-én egy egyháztörténeti konferenciával folytatódik a Makói Múzeumban. Itt az önkormányzat egy olyan reprint kiadást fog bemutatni, amelyben Szirbik Miklós munkáját, vallomásait ismerhetik meg Makó polgárai. Minden egyházközség vezetője, plébánosa, parókusa el fog jönni erre a konferenciára, és vagy egy jeles személyiségéről beszél az egyházközségéről, vagy pedig valamilyen nagy eseményről. Én azt gondolom, hogy így megy tovább annak a szellemisége, amit Szirbiktől tanulhatunk, hogy ne csak az egyházért, hanem a városért is legyünk önzetlenek, és fogjunk össze. Én azt gondolom, hogy ez egy szép példája lesz ennek a gondolatnak. Folytatásban itt a társalgóban a szakmák éjszakájáról fogunk beszélgetni, és két vendégem érkezett. Üdvözlöm Önöket, szép estét kívánok! Kincses Tímea, szakmai főigazgatóhelyettes a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumból, és igazgató úr ugyancsak innen, Kozák György, a Návaljai Szakképzőiskola és kollégiumából. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ugye szakmák éjszakáját említettem, de mielőtt még a konkrét programra rátérnénk, amely jövő héten lesz. Azelőtt elmondok egy olyan élményemet, ami ma reggel ért. A Kossuth Rádiót hallgattam, mikor jöttem az autóba, és pontosan hasonló téma volt a szakmákról, a szakmák népszerűsítéséről beszélgettek. Arról ugye, amiről már több hónapja, több éve folyik konzultáció, hogy hogyan lehetne ezeket népszerűsíteni országosan, és persze gondolom, hogy globálisan is, itt helyileg is nagyon fontos és óriási kérdés. Egy dolog még megütötte a fülemet, hogy jelen pillanatban egész Magyarországon például Bádogosból egyetlen egy embert képeznek. Tehát ennyi az utánpótlás. Tényleg vészharangokat kell kongatni, igazgató úr? Ennyire rossz a helyzet? Más területeken is? Hát vannak olyan területek, amelyekre nagyon szép számban jelentkeznek a tanulók, és mondhatjuk azt, hogy túljelentkezés van, vannak ilyen sikeres szakmák, és valóban vannak olyan szakmák, amelyekre nagyon kevesen, vagy szinte egyáltalán nem jelentkezik tanuló. Például? Például évek óta, mióta átvettük a szakképzést a városban, ács mesterségre nem volt jelentkező, pedig arra is nagy szükség lenne, és folyamatosan hirdetjük ezt a szakmát is. Mik azok, amik keresettek azért, amik ennél népszerűbbek? Hát most a legnépszerűbb, amely érettségéhez kötött, ez a logisztikai ügyintéző szakma, amely országosan is most az első szakma lett a népszerűségi listán. Ez az iskolánkban is a legnépszerűbb szakma. Mit lehet tenni? Gondolom, hogy azért a hivatalokban folyamatosan folyik a munka annak ügyében, hogy mi lehet a megoldás. Hát első lépésként most a szakképzést átszervezik, hiszen szeptembertől szakgimnáziumok lesznek a szakközépiskolákból, a szakközépiskolák pedig, illetve bocsánat, a szakiskolák pedig szakközépiskolák, ami azt takarja, hogy ez nem csak nevében változik, hanem egy mögöttes tartalmat is kínál,
a szakgimnáziumokban 4 év után szakmai érettségit tesznek a gyerekek közép- és emelt szinten, majd egy szakképesítést szereznek feorszámmal, amellyel már el tudnak helyezkedni érettségi után, illetve hogyha ott maradnak 13. évfolyamon, akkor pedig az OK és szakmát most már majd 1 év alatt megszerezhetik. Uh-huh. Ez csak ilyen felmenő rendszerben lehet? Tehát aki már úgy kezd, az maradhat csak, vagy aki már benn van az iskolában, az is még ráteheti ezt a plusz 1 évet? Már 9., 10., 11. osztályban ágazati képzésben már szakgimnáziumi képzés folyik, de valójában most lesz teljes szeptembertől a rendszer, amikor a leendő 9. osztályosok is megkezdik a tanulmányaikat. Nagyon fontos a szakgimnázium névvel nevezésben az is, hogy a tovább tanulás sincs lehetőség elzárva a tanulóktól, de miután szak irányban folytatják a tanulmányaikat, így ilyen irányban, ha tovább tanulnak, akkor esetleg a jövőben kreditbeszámítással is élhetnek a felsőfokú intézményekben. Tehát ez is erősíti azt, hogy a szakképző intézményekben is megfelelő felkészítés folyik akár a felsőfokú tanulmányokra, de természetesen, mint szakképző intézmények, az az elsődleges prioritás, hogy szakembereket képezzünk. Ez ugye a hosszú távú terv, viszont itt van ez a mostani program, amely országos, és amelyhez itt térségi szinten is nagyon sok város csatlakozott, például Hódmezővásárhely és Makó is érintett lesz. Országosan milyen programok várhatóak, és mi az, amiben tud csatlakozni ez a két város? Országosan meghirdetett valóban a szakmák éjszakája, képzeljük el úgy, mint a kutatók éjszakáját, vagy a múzeumok éjszakáját, és országosan egy olyan programot hirdettek, amelyhez az országban mind a 44 centrum kapcsolódott, csatlakozott, és a centrumoknak a szakképző iskolái, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumnak 8 tagintézménye csatlakozott, és hát mindenképpen azzal a céllal, hogy a tagintézményekbe, az iskolákba bevonzuk az érdeklődőket. 3 korosztályban, általános iskolás, középiskolás és felnőtt, hiszen a felnőtt oktatás is szeptembertől kezdve működik a tagintézményeinkben, és valóban a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumnak több városában, Makón, Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Csongrádon várjuk az érdeklődőket. Az önök intézményében mi várható? Éjszakáról van szó, ugye teljes sötétség, gondolom azért a lámpák égni fognak, vagy lesznek olyan feladatok és programok, amikor nem? Hát teljes sötétség még nem lesz, mert a program az 18 órától 22 óráig tart, és ma már nyári időszámítás van, és így az óraállítás miatt is tovább világos van. De lesz olyan helyünk, ahol valóban teljes sötétség lesz, 2 ilyen termet fogunk berendezni. Az egyik teremben, ott ugye tudjuk, hogy a jó szakmához kell ügyesség, bátorság, leleményesség. Ilyen feladatokat fogunk majd kitalálni, tehát lesz egy sötét szobába UV-fénnyel megvilágított akadálypálya, amelyen a tanulóknak át kell haladni egy U-alakú labirintuson, illetve a másik sötét szobában pedig ott teljes sötétség lesz, és különböző szakmának az eszközeit, hozzákapcsolódó anyagokat kell majd, szerszámokat megkeresni, tehát kihúz egy szakmát, mondjuk kihúz a kőműves szakmát valaki, bemegy és meg kell keresni a kőműves kalapács, simító, vízmérték, stb. És azokat kell majd neki kihozni a teljes sötét szobából. Tehát vetélkedő jelleggel, viszont azt hallottuk, hogy 3 korosztályban mindenki mindenki ellen, vagy a megfelelő korosztályok egymás ellen? Hát ez korosztályonként lesznek majd értékelve, illetve nagyon sok program lesz, még 16 helyen lesz az iskolában program, és
Vetélkedőn kívül milyen programok, mondjuk előadások, ahol tényleg olyan szakemberek tudják elmondani tapasztalataikat, mindegyiket nem akarom gyorsan felsorolni, valóban lesznek különféle ismertető, és a legtöbb inkább interaktív, foglalkoztató jellegű dolgok lesznek, ahol maguk is megtapasztalhatják a érdeklődő diákok, felnőttök, az ifjúság, azoknak a szakmáknak a sajátosságait, amit szeretnénk propagálni. Illetve lesz olyan lehetőség is felnőtteknek, ki fog települni az adóhatóság, két fővel ügyfélkaput nyitnak, adóbevallást segítenek elkészíteni, illetve akinek nincs még ügyfélkapuja, regisztrálhat, elkészíti, tehát még ilyen lakossági segítségnyújtást is fogunk végezni. Melyik szakmák lesznek érintettek? Én hallottam ilyet, hogy vannak azért szlogennel megjelölt szakmák, például az épp testben épp lélek, vagy tudni illik, mit illik, ilyen kis játékos feladatokhoz kapcsolódó szakmaismertetések. Van a centrumnak, a szakképzési centrumnak minden tagintézményében természetesen ahhoz az ágazathoz, illetve szakmacsoporthoz kötődően tervezték a programokat, amelyet oktatnak az adott tagintézményben. Így hát ez a centrumban nagyon széles palettájú. Itt Makon a közgazdaság, kereskedelem, illetve most már majd logisztika, mert más elnevezéssel fog ez az ágazat indulni, illetve az építész, gépész szakmák. Azt gondolom, hogy mindegyike, így van, és az informatika, illetve a turisztika is Makon. Hogyan toborozzák, hogyan népszerűsítik a programot azon kívül, hogy most itt a társalgóban beszélünk róla? Ugye ez jövő hét péntek, viszont azon túlmenően, hogy várják az érdeklődőket, még segítséget is nyújtanak az ideérkezéshez. Igen, tehát egyrészt e-mailben értesítjük a környező települések összes iskoláját, elküldjük a szórólapjainkat, és próbáljuk ezúton is népszerűsíteni a rendezvényünket, illetve nem mindenki tud saját közlekedési eszközzel beutazni Makóra. Az ő beutazásokat könnyítjük meg azzal, buszjáratokat fogunk indítani bérelt buszokkal, és két nagy körben az érintett településekről beszállítjuk a tanulókat, szülőket, mindazokat, akik részt kívánnak venni ezen a rendezvényen. A részletes programról pedig egy honlapon tájékozódhatnak, hogyha nem mindent mondtunk el, hiszen nem tudtunk ennyi róla. Így van. Hát 128 programot szerveztek a pedagógusok a tagintézményekben, tényleg nagyon kreatív módon találták ki ezeket a programokat, és a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumnak egy önálló oldala van, amely kimondottan ehhez a programhoz kötődik, ahol mind a 8 tagintézménynek a programja látható, és azt is, hogy milyen időintervallumokban, idősávokban lesznek ezek a programok. Köszönjük szépen! Én még figyelemfelkeltőnek szerettem volna egy a programból megemlíteni egyet, mert ugye konkrétan nem nagyon hangzott el, hogy házilag készítünk egy olyan hologram kivetítőt, amely nagyon érdekes és látványos lesz, és ehhez kapcsolódóan, akiknek okos telefonjuk van, piciben is ott el lehet majd készíteni ezt a háromdimenziós kivetítő kis képernyőt a készülékhez, megkapják hozzá az applikációt, és hazavihetnek egy pici hologramot, majd amit otthon bármikor le tudnak vetíteni. Ez nagyon izgalmas, és gondolom, hogy a vetélkedőn, akik nyernek, azok is majd jutalommal térhetnek haza. Mindenki, aki részt vesz ezen a estén, kap egy ilyen útilapot, amelyen mind a 16 helyszín rajta van, és ebből a 16 helyszínben van két üzemlátogatás is, egyik a Valker, másik pedig a fürdőt nézik meg, a turisztikát fogjuk népszerűsíteni, és legalább 10 helyen, ahol aláírás gyűjtöttek a résztvevők, azok egy szerencsekereket megforgatva szakmával kapcsolatos kérdésre válaszolnak, és mindenki fog kapni, vagy csokoládét, vagy hotdogot, tehát valamilyen, ugye este 10 óráig tart a rendezvény, tehát valami ennivalót, hogy nehogy azért nagyon megéhezzenek a program keretében, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Tehát péntek, ugye? Jövő hét, április 15-e, péntek, és este 6 órától 10 óráig.
És hát mindenképpen mind a mellett, hogy természetesen a szakképzés népszerűsítése az elsődleges célunk, arra ösztönözzük a családokat, hogy egy kellemes estét töltsenek együtt, kicsik és nagyok, hogy fogják meg a gyerekek a szülők kezét, és vezessék be őket az iskolák kapuin, és hát próbálják ki ezeket a lehetőségeket, betérkedjenek, szórakozzanak. Soha nem lehet tudni, hogy melyik gyerekre mi milyen hatással van, lehet, hogy a jövőjét határozza meg egy ilyen rendezvény. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Önöknek pedig lassan azt, hogy velünk tartottak, de még elmondom ma esti játékkérdésünket utoljára. Két híros makai nevére vagyunk kíváncsiak, a 06-34-47-14-64-es SMS írószámra írhatják meg a helyes választ, illetve Facebook oldalunkon is várjuk majd, hogy megírják nekünk tehát a két híros makai nevét, és jövő heti adásunkban, ahogyan megszokhatták, sorsolunk. A nyerményeink között van a Szegedi Nemzeti Színházba két belépő, ezen kívül a Kalandparkba, és a könyvtár, illetve a múzeum móra kiállítására is nyerhetnek tőlünk belépőt. Én már megköszönöm figyelmüket, társalgóval jövő héten ugyanebben az időben várjuk Önöket, további szép estét, viszontlátásra!